Pénteken kora délután az utolsó simításokat végezték a szakemberek a Rába parton kialakított szurkolói teraszon. Az esti megnyitó és a Franciaország-Románia nyitó mérkőzés már látható lesz az óriási LED kivetítő. Győr egy sportos város, így vélhetően nagy lesz az érdeklődés az össznépi meccsnézés után. Győrben nagy hagyománya van annak, hogy a világesemények kapcsán, főleg itt a labdarúgó világeseményekre gondolok, teraszokra várjuk a győri lakosokat. Így történt ez most is. Utoljára 6 éve volt itt a Rába parton terasz, most az Európa-bajnokság kapcsán sikerült ismét itt a gyönyörűen felújított Rába parton összehozni ezt a lelátót, és hát kicsiktől nagyokig bárki, aki sport szerető, nyilván főleg labdarúgás szerető, várjuk ide, illetve több tíz év után újra kint van az Európa-bajnokságon a magyar válogatott, és nagyon sok embert meg fog mozgatni valószínűleg ez. Az ízlésesen kialakított lelátó közel 300 szurkoló befogadására alkalmas, de aki a parton napozva nézni a meccseket, annak sem kell csüggednie. Természetesen a meleg és a nagy izgalmak közepette folyadékpótlásra is lesz lehetőség. Két büfénk is van, ami a kilátogatókat tudja szolgálni. És hát ülőhelyek, állóhelyek egyaránt, ugye hivatalosan itt a lekerített részen belül ülőhelyeket alakítottunk ki, úgy lelátók, mint székekből fakadóan, illetve oldalról is belátható a kivetítő, ott pedig valószínűleg kijönnek majd napozni, reméljük jó idő lesz, a győriek és közben élvezik az Európa-bajnokság mérkőzéseit. Az egy hónapon át tartó kontinens torna minden mérkőzését láthatják a szurkolók. A nap első, 15 órakor kezdődő mérkőzés előtt egy órában nyitja ki kapuit az EB terasz. Rossz idő esetén a hely zárva tart. Erről friss információkat az adott napon a Győr Plusz rádióban hallhatnak a lelkes futballbarátok.